Benépesült érdeklődővel a siófoki rózsakert, a szökőkútnál ezúttal keringő szólt. A siófoki önkormányzat kezdeményezésére indult az Örömtánc program. Egy siófoki tánc stúdió tagjainak segítségével immár második alkalommal hívták táncba az érdeklődőket. Akadtak olyan táncos lábúak is, akik nagyon szerettek volna beállni, és fel is álltak. Igazából volt, aki nem mert, mert hogy párja nem volt esetleg, úgyhogy ezért most már arra is készültünk, hogy majd felkérés is lesz. Az Örömtánc programhoz ezúttal is több pár csatlakozott Siófokon. Külön érdekesség, hogy az alkalmi tánctér a szökőkút körül volt. Nyilvánvalóan a keringőz nem igazán ez a helyzet illik, hogy víz meg szökőkút, de nagyon örültünk, amikor így felkért minket a Milán, hogy vegyünk részt ezen a táncon. A programmal nem csak jó hangulatot szeretnének teremteni a rózsakertnél, hanem a táncot is népszerűsítenék Siófokon. A táncot mindenképpen, az életérzést mindenképpen, és hát végső soron én azt gondolom, hogy a helyi közösséget mindenképpen, a várost, és ez egy nagyon jó dolog. Tánctudástól függetlenül bárki csatlakozhat az Örömtánchoz. Azért jöttünk, mert valamikor a Milánnál tanultunk mi is egy picit táncolni, és szeretjük a keringőt, és kíváncsiak voltunk, hogy milyen lesz ez. Legközelebb jövő csütörtök este várják a rózsakerthez a táncot kedvelőket. A tervek szerint az Örömtánc jövő nyáron is folytatódik majd.